Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit fog tenni, mi a terve, milyen lépéseket tesz irányodba, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetre itt ez a kártya utal. Látható a képen, ő játssza itt a zenét, tehát ő irányítja a dolgokat, anélkül, hogy lépéseket tenne, hiszen látható, hogy megvannak az elvárások, figyeli az eseményeket, kicsit olyan várakozó. Ki vagy mi befolyásolja őt, és hogyan? Erre utal itt ez a kártya. Látható, itt a kettes szám, az jelenthet bizonyos kapcsolatokat, esetleg szerződéseket, itt kommunikációról van szó. Mivel ez a külső behatás, ez azt jelenti, hogy valaki keresi vele a kapcsolatot, tisztázni szeretne valamit, döntésekről, beszélgetésekről van szó, esetleg ez lehet egy szerződés is. Mit fog tenni irányodba? Itt a tízes szám jelenti az ő terveit, hogy legyen egy új kezdet, hiszen a tízes szám azt jelenti, amikor egy új periódus kezdődik. A kép mutatja azt, hogy keresi a közelséget, meg akar érinteni téged. Lehet, hogy úgy hátulról jön, és nem mutatja ki azt, hogy mi a terve, vagy mit akar, de megérint téged, és keresi a találkozást, keresi a testi kapcsolatot. Ez a terve, és ez lesz a lépése. Ezt fogja ő tenni. És mit tudsz te annak érdekébe tenni, hogy javuljon a helyzet, erre utal a következő két kártya. Itt látható ezen a képen, hogy minden olyan kaotikus, amikor olyan stressz van nála, de nem azért, mert ő hozza mozgásba az eseményeket, hiszen itt látható, hogy játszadozik, figyeli a dolgokat, és várakozó. Itt ez a mozgás, az másoktól van. Lehet, hogy beleavatkoznak a dolgaiba, lehet, hogy valaki van a környezetében, aki befolyásolja ezt a helyzetet, vagy parancsolgat neki. Utalhat a munkára is, hogy sok a dolga, nincs ugyan kedve ehhez, hiszen ez itt látható, hogy inkább a szabadidőt szeretné élvezni. Amit te tehetsz annak érdekében, hogy jól alakuljanak a dolgok, őrizd meg itt a belső egyensúlyt, és itt is van egy arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset, keresd vele a kapcsolatot, írj neki, de ne beszélj érzelmekről vagy tervekről, hiszen az a fontos, hogy ne játszadozzon veled, az a fontos, hogy ő nyilatkozzon. Ne így hátulról jöjjön, mintha ez számára nem lenne olyan fontos, hanem azt kellene elérni, hogy ő nyilatkozzon, ő beszéljen a terveiről, ő mutassa ki az érzelmeket. De azért nem kell visszahúzódónak lenned, nem kell elrohanni az események felől, keresd vele a kapcsolatot, találkozzatok, de legyenek nálad is elvárások, hogy ő nyilatkozzon, hogy ő beszéljen a jövőről.
és várj arra, amíg ő ezt kimondja. A képen látható, hogy útban van hozzád. Itt nem hátulról jön, hanem szembenéztek egymással, és közölni fogja azt, hogy mit akar. És ami téged illet, tartsd meg a büszkeségedet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!